Kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, rokonokat, ismerősöket. Elárulom, hogy 248 darab széket raktunk le, ebben nincsenek a padok. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyien megtiszteltek a jelenlétükkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyermekeket, és köszöntöm a pedagógus társaimat, és sok szeretettel köszöntjük Nóel Éva nénit, aki az ötödik sorban ül. A mai tehetségnapunk egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen eddig azt szokhatták meg kedves anyukák, apukák, nagymamák és nagypapák, hogy a gyerekek nagyon sok szeretettel és munkával készültek fel. Fantasztikus produkciókat fognak bemutatni, el kell, hogy mondjam. Lesz olyan produkció, nem is egy, ami szerintem az énekiskolájával is vetekedni fog. Amiben különbözik a mai tehetségnapunk, az az, hogy iskolánk bekapcsolódott egy természettudományi pályázatba, amit sikeresen megnyertünk, és annak egyik része az, hogy a gyermekeink felkészítés után fantasztikus fénykísérleteket fognak előadni. Tehát én azt kérem szépen, hogy majd lesz az első résznek egy olyan pillanata, amikor azt fogom mondani, hogy fáradjunk fel a 201-es terembe, hiszen a 7.-8. kis fizikusok körülbelül 3 hete készülnek erre a 20 percre. Utána visszatérünk, és folytatódik a show, amihez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Legyen nagyon sok örömük a gyermekeikbe, és legyen nagyon sok szép pillanatuk. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a hagyományosan megrendezett tehetségnapi műsorunkon. Üdvözlésként fogadják iskolánk pedagógus kórusának egy dalát. A kórust vezeti Torba Veszni Orosz Csilla. Felkészül az első A osztály. Készültek a mai napra. A felkészítőik Lénárné Gácsi Anikó és Benésné Szabó Márti. A második D-osztályos Deák Vanda pedig felkészült.
A című dalát gitározza. Felkészül Balog Kevin és Malcsi Dávid.
Marsi Dávid az 5. A-ból elszavalja nekünk Petőfi Sándor Falu végén Kurta kocsma című versét magyarul és japán fordításban. A 6. A-osztályban Gattyán Sára és Farkas Szintia készült fel. Petőfi Sándor Falu végén Kurta kocsma. Falu végén Kurta kocsma. Ahola, ahola, szotyala! Csehol tuszó! Oda rúg ki a szamosra! Oda rúg ki, szamozó! Meg is látná magát benne! Amiten a feje helye? Az éj nem közeledne! Te jön a szunya ideje! Az éjszaka közeledik! Jön a szunya ideje! A világ lecsendesedik! Lepjen a dumavel! Pien a komp, kikötötték! Ha nem kalimpál, kinn a kompót! Benne halkat a sötétség! Psst, negró kompót! De a kocsma bezzek hangos! Locsi fecsi, eho csehó! Munkálódik a cimbalmos! Cimbalomba, tulomelo! A legények kurjongatnak! Sok a pali, nagy a buli! Szizereny belé az ablak! Budiba szorult a puli! Kocsmárosné, aranyvirág! Piamata, faramuci! Ide a legjobbik borát! Tutimata, ocipoci! Vén legyen, mint a nagyapám! Trocsimocsó! Csoszi papi! És tüzes, mint a fiú babá! Supa gyufa! Tülis mati! Húzz rá cigány, húzzad jobban! Ne duma, roma bazseba! Táncolni való kedvem van! Akarom a csa-csa-csa! Eltáncolom a pénzemet! Unom a manimat! Kitáncolom a lelkemet! Ima, nem a divat! Bekopognak az ablak! Bekopog a muki! Ne zúgjanak olyan nagyon! Mi ez a ramazuri? Azt üzeli az urasján! Lefeküdni, aludni vágy! Kibarul a bilyad ebben a bolivili? Ördög bújjék az uradba, s te pedig menj a pokolba! Lucifer az urad alá, te meg a Lucifer alá! Húzz rá, cigány! Húzzad jobban! Bazsibarom a magam ura! Ha mi nyárt az ingemért is? Odaadom a rumorma! Megint jönnek, kopogtatnak! Bekopog a muki! Csendesebben vígadjanak! Ma ne buli! Isten áldja meg kendeket! Egek ura! Szegény édesanyám beteg. Mama fura. Feleletet egyik sem ad. Ne duma, ne baki. Kihörpenti poraikat. Issza ki a szaki. Véget vetik az erének, s hazamennek a legények. Acsi, roma bácsi, rászól a csávóra, záróra. Két ügyes zongoristája, Gattyán Sára és Farkas Szintia következnek először külön, majd együtt egy négykezes darabbal. Felkészül a 2. A-osztály. Ciao.
Thank you.
Szél ide sodort az iskola udvarába egy csapatnyi apró Mary Poppins. A második A osztály esernyőtánccal következik. Betanította Polyák Emese és Kolosisné ország Renáta. A harmadik B osztály felkészül. Hozzátok azért jöttem én, hogy ide hozzam a csodát, mitől szelidebbé szépül a világ. Akármit húz a házadon, ne légyen moc, ne bánt nagyon, egy hang elég, és virág hull eléd. Arra, én Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins, mondtam, mosolyogni kell, és szívvel is meg élettel. Szűnökre száll a méterem, ezen se centiméterem, még se fárad el, még nézek egy cipem. Nézek a ragom, vörös meg egy saját ragomtól ébredek, egy hang elég, és kéket már az ég. Mary Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Mary Poppins, mondtam, mosolyogni kell, szívvel is meg szeretnének szórakoztatni bennünket. Egerek, meneküljetek, cicák a színpadon. Felkészítői Barta Gabriella és Lelovics Lászlóné. Felkészül a 6. B-s Gergely lányok.
tanítást. Ez a kandúr iskola. Jó. A régi egeremmel, az rendezvú a kutyának való. Itt macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható. Ott a barka, visszahúzta, mert van újra, már a lukba, azt a terem buláját, hát így a lukas lakásba nem lehet egeret fogni. Most figyelj, minden lukba dugó kell. Dugó, fa, dugó, bing, bang, bent a lukba. Dugó, fa, dugó, apara, fa, dugó. Dugó, fa, dugó, bing, bang, bent a lukba. Dugó, fa, dugó, apara, fa, dugó. Minden lukban legyen dugó, ez a végső cél. Dugó, fugó, ne jön ki egér. Dugó, rossz, mégüs, ráüs. Most jó, egy lukba készen vagyunk, üs. Mégüs. Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, fáj a kezem. Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ott a farka, ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csinni a bőrét, nem viszi most el. Ott a farka, ott a farka, ott van, fellepett a lukban, a másik fele kint van, a farka vége kint van, a farka vége kint van, a farka jöv most. Okosabban kéne félni, annyit mondhatunk. Kutaki segír ki folyton, lukba a kódorom. Gyere fel a svejzva, egér fajtás, gyöki délután. Belevalapni a körödbe, óra szám. Hallgat a csodor, ő tudja csak, hogy takar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz. Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én farka, ez a macska farka. Na. De város soha szkidéget szív bulimát, egy macska mégse mehet egér helyet libát. Tudom, hogy nem rajonk a
emberizni. A lukból az egyéb nem jön, nem, ha nem jössz elő, úgy éljen e fejn, jó lesz helyetted, én igen a fejn. Kinyílt a rózsa, Falling,
Ivo Adrián és Dóra Tíma porrat táncoltatnak zenére. Felkészül Bakos Revente és Rádi Fanni. Című dalát adják elő. A dal betanulásában Torba Vecni orosz Csilla segített neki. Most engem, és amit meg kell tennem, segíts!
Fantasztikus, bemondó, tehetséges ifjú diákunkat, Sárközi Vandát és Szilárdot, akik eddig hőségesen állítálnak, és nagyon ügyesen végezték a dolgokat. Most az első műsoregységnek a végére értünk, de még van egy óra. Azt szeretném kérni, hogy szíveskedjenek, a hely az nyilván nem lesz annyira befogadó, mint amennyien vagyunk, de szíveskedjenek a 201-es terembe felfáradni. A fénykísérleteket betanította Tekes Ági néni, Horváth Erzsike néni és Zsolt és Zsolt tanár úr. Amikor vége a fénykísérleteknek, ez körülbelül 15-20 perc, azonnal kezdődik a második része a műsornak.